Jó napot kívánok! Ha az oktatás történet néhány évtized múlva visszaemlékszik erre az évre, egészen bizonyosan fontos megállapításokat fog tenni annak, abban a kérdésben, hogy mik azok a folyamatok, amik ennek az évnek a hatására indultak el. Valószínűleg ezek a folyamatok érződtek a Tolna megyei szakképzési centrumban is. Dömötör Csabával, a szakképzési centrum kancellárjával beszélgetünk, ő ma a vendéglátónk. Jó napot kívánok! Jó napot mindenkinek! Kívánok. Kancellár úr, valóban úgy van, hogy a pandémia miatti átállás vagy másképpen tanítás hozott egy csomó változást a gondolkodásban, a működésben? Én azt gondolom, hogy nem csak változást, egy csomó eredményt hozott magával. Mert ez egy kényszer volt, sajnos, és ehhez a kényszerhez kellett maximálisan alkalmazkodni úgy, hogy abból a gyerekek, a tanulók a lehető legkevesebbet érezzék meg. Én azt gondolom, hogy amikor nem is az egy év, hanem talán 2020 március, amikor a pandémiás helyzet elkezdődött, ugye ebben az időszakban, hát Isten igazából egy hétvége alatt álltunk át egy digitális oktatási formára. Nagyon-nagyon gyorsan, nagyon-nagyon komoly összefogást hozott a centrum dolgozói között. Közösen gondolkodva, közösen dolgozva indultunk el. Aztán menet közben, hogy jöttek a tapasztalatok, egyre inkább ezt finomítottuk mindig. És rájöttünk rengeteg olyan dologra, hogyan lehet használni a különböző technológiákat, digitális technikákat, milyen más módszerekre van igény és szükség ahhoz, hogy az oktatás eredményes legyen. Aztán azt is megtanultuk, hogy adott esetben szakmai gyakorlatot hogyan lehet úgy csinálni, hogy nem valós tevékenységet végez a tanuló, hanem szimulációs eszközökkel kell dolgozni, online módon lehetett mindezt megtenni. Tehát rengeteg-rengeteg dolgot kellett tanulnunk, és rengeteg dolgot kellett fejlődni. Én azt gondolom, ez megtörtént, ehhez rengeteg fejlesztésre is szükség volt, és rengeteg fejlődésre is szükség volt. Ez egy első lépés egy modernizációs folyamatban, még ha kikényszerített lépés is? Én azt gondolom, igen. Most már használjuk a tapasztalatokat. Használjuk a felnőttek oktatása során például a tapasztalatokat. Felnőttek sokkal rövidebb idő alatt képesek tananyagokat elsajátítani, ismereteket szerezni, rugalmasabban tudnak tanulni. Nem szükséges például iskolapadban ülniük minden nap. Tudunk már blended oktatási formákat vinni, ugye részben online, részben elektronikus e-learning alapú tanulással visszük. Rengeteg ilyen dolgot csinálunk. Ez az egyik része. A másik része meg, amikor a nappali tagozatos tanulóknál is ennek most már kultúrája lett, mondjuk így. És ezt a kultúráját használjuk napi szinten. Amikor tavaly évben, hát nem néhány éve, Isten igazából tavaly, kezdtünk el felszerelni az iskolákat olyan oktatástechnikai eszközökkel, amik már úgy hívjuk, hogy okostermek. Az okostermekben virtuális valóságot is tudunk bemutatni, azzal is tudunk dolgozni. Na most ezt már egyre inkább használjuk. Most, hogy újra visszajöhettek a gyerekek, most érezzük ennek az igazi nagy hasznát. Az, hogy egy nagy intézményrendszert kell működtetni, ebben önnek jelentős tapasztalata van, nem csak a szakképzési centrum tekintetében, hanem előtte mezőgazdasági területen. Hát igen, 2008-ban kezdődött ez a feladatom, vagy egy akkori feladatom, amikor Dunántúlon 8 iskolának a munkáját kellett összehangolni. Hát tulajdonképpen nulla tapasztalattal, mondjuk így. Aztán közösen gondolkodva együtt nagyon sok mindent kialakítottunk, rájöttünk arra, hogy hogyan lehet hálózatosan működni, rájöttünk arra, hogy a hálózatos működésnek milyen eredményei, hozadékai lehetnek, megtanultuk, hogy nem ellenfelei vagyunk egymásnak, hanem segítői. És ez a közös gondolkodás elvezetett odáig, hogy egy nagyon stabil, nagy intézményt sikerült végül is összerakni. És ez a nagyon nagy stabil intézmény egyébként azóta is működik, sőt, az utóbbi évben még bővült is. Ez az egy maradt olyan az országban, ha jól csal az emlékezetem, vagy pontosan úgy tudom, de nem biztos, hogy ez így igaz, amelyik azóta is működik. Azért ez egy kívülállónak nehezen értelmezhető, hogy milyen előnyei származhatnak egymástól több száz kilométerre lévő iskoláknak egy együttműködésben, miközben mondjuk a profiljuk is teljesen másmilyen. Persze, egy kívülálló ebből mást lát. Én azt gondolom, hogy minden iskolának van egy sajátsága, egy arculata, egy hagyományrendszere, egy működése, egy kultúrája. Mindenki jó valamiben.
És ha egymástól a jó dolgokat megtanuljuk, hálózatban működve, szakmai tudást veszünk egymástól át, szakmai tudást adunk egymásnak, akkor ezt a módszertani kultúrát, szakmai tudást, szaktudást tudjuk kamatoztatni. Na ez az egyik óriási előnye. A másik óriási előnye pedig az, hogy másképpen lehet gazdálkodni. És itt most jelen állapotról hadd beszéljek inkább, mint a múltról. Ugye jelenleg itt Tolna megyében a 8 intézmény, akinek a munkáját összehangoljuk. Bocsánat, 9 intézmény, aminek a munkáját összehangoljuk. Egységes szerkezetben megyünk. Olyan értelemben egységes szerkezetben, hogy egységes gazdálkodási elvek mentén. A fejlesztéseket nem egymással párhuzamosan visszük, hanem már össze tudjuk hangolni a fejlesztéseket. Most ez egy megyei szinten már fontos, és ennek már látszódnak eredményei. Hogy nehéz dolog leküzdeni a versenyhelyzetet az iskolákban, és ráébreszteni az egyes intézményeket, hogy a tőlem 50 kilométerre lévő iskola, akinek egyébként ugyanahol a gyerek anyagból kéne meríteni, nem az ellenfelem, hanem a segítő. A változás mindig nehéz. És ugye a változás görbének, ha egyszer majd átmenjünk az aljára, és elindulunk fölfelé, akkor mondhatjuk azt, hogy már majd beépültek. Most jelen pillanatban azt gondolom, hogy már vannak olyan változások, amiken már beépültek, vagy amik már beépültek. Nagyon-nagyon fontos, hogy kialakult egy komoly párbeszéd az intézmények között. Nagyon-nagyon fontos, hogy húzzák egymást szakmailag, inspirálják egymást. Ha neked sikerült, nekem is fog. Nagyon-nagyon fontos, hogy a tanulókat, tehát az igazgatók között merülnek fel olyan szakmai kérdések, amik a tanulók előrehaladását segítik. Minden héten tartunk egy-egy olyan vezetői megbeszélést, amikor az igazgató kollégák is online módon bekapcsolódnak, és ezek most már egy ilyen kis módszertani workshop alakultak, ha szabad így fogalmazni. Ami nekem nagyon-nagyon jó, és azt gondolom, hogy egy óriási eredmény, az elmúlt két évnek egy óriási eredménye, hogy ez így tud működni. És nyilván vannak olyan dolgok, ahol még a piac az piac. És ez elsődlegesen a felnőttek képzése és oktatása, mert a felnőttek képzése területén, főleg amik tanfolyami jellegű képzések, hát ott piac van. Ott nem egymással versenyzünk Isten igazából, hanem a piaci képzőkkel és a piaci szereplőkkel, de verseny van. Ezt a versenyt egymás között is vívják az iskolák. Nappalisoknál már nem, az jó, ott nem is szabad, a felnőtteknél. Ott meg azt gondolom, hogy egy ilyen verseny csak hasznára válik mindenkinek. Ez egy modell, amit át lehetne ültetni más területekre is? Vagy ez egy modell, amit egyébként a szakképzési centrum átvett és működtet? Hát a szakképzési centrumok hozzávetőlegesen ezen modell alapján működnek. Ebben a modellben vannak finomítások, vannak apróságok, amik lehet, hogy másképpen működnek, mint egy másik szakképzési centrum. Én a magam részéről nagyon nagy hangsúlyt helyezek mindig a szervezetfejlesztésre. Mert azt gondolom, hogy akkor tud jól működni mondjuk egy szakképzési centrum, hogyha ott a kollégák, az ott dolgozók jól érzik magukat, motiváltak és inspiráló a környezet. Na most ezt viszont csak úgy lehet elérni, hogyha egy komoly szervezetfejlesztési munkát végzünk. Én erre nagyon nagy hangsúlyt helyezek. Mik azok az elemek, amik egy szervezet működtetésében inspirálólag hathatnak? Ó, hát az egyéni fejlődés. És speciálisan mondjuk egy ilyen típus. Itt például nálunk az egyéni fejlődési lehetősége és az egyéni fejlesztések lehetősége. Furcsa olyan dologról beszélni talán még egyelőre a szakképzésben, amit mi bevezettünk, de a céges világban ez egy teljesen elfogadott dolog. Egyrészt a vezetőknek a képzése. Másrészt a vezetőknek egy olyan támogatás, egy háttértámogatás nyújtása, ami az ő képességeiket, készségeiket tovább erősíti. Például egy coaching folyamatnak a bevezetése, vagy egy coach biztosítása, mentorálás. Ezek olyan folyamatok, amik általában a nagy cégeknél, a multiknál elsődlegesen már megvannak, hatékonyságot növelnek, vezetői fejlesztéseket hoznak magukkal. Hát ezt mi csináljuk? De ez egy oktatási intézményben gyakorlatilag idegen volt eddig. Hát most már nem. Most már azt mondom, hogy most már nem.
Én azt látom a szakképzési centrumok oldaláról, hogy több kancellár főigazgató kollégám vett át ilyen jellegű tevékenységet, és beszélgettünk sokat ilyenekről is, és megtapasztalták, hogy ennek előnyei vannak, és nagyon komoly előnyei vannak. Én hiszek abban, hogy ha szakképzésről beszélünk, akkor a szakképzésnek közel kell állni a termelőszférához, nem messze állni. Tehát a szakképzőiskola az iskola, de ugyanakkor inkább a működését tekintve sokkal inkább egy céges irányhoz kell közelítsen, mint sem egy általános iskola vagy egy gimnázium működéséhez. Mert hogy a két közeledő modell elősegítheti a hatékonyabb együttműködést? Hát tulajdonképpen arról szól a szakképzésnek a teljes átalakítása és fejlesztése, hogy minél közelebb kerüljenek, a gazdasági igényei jelenjenek meg a képzésben. Hát ez nem megy másképpen csak úgy, hogyha folyamatosan beszélünk egymással, ez nem megy másképpen csak úgy, hogyha ismerjük egymást, és tudjuk egymás elvárásait, és ha egészen közel vagyunk egymáshoz. Ezért nagyon fontos. Mekkora volt a befogadása a szakképzési centrumnak a gazdasági szférában? Mert hogy eddig gyakorlatilag a képzőintézményekkel voltak valamilyen módon kapcsolatban, most megjelent egy új szereplő. Igen, én azt látom, hogy meglehetősen jó. Magam nagyon nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy folyamatos legyen a kommunikáció, és folyamatos legyen a kapcsolattartás a cégek és a szakképzési centrum között. Ennélkül nem működünk. Tehát az az alapvető és az az alapvető cél, hogy a szakképzőiskolák, akiket mi fogunk össze, irányítunk, koordináljuk a munkájukat, ők szolgáltató iskolákká váljanak, szolgáltató tevékenységet, oktatási, képzési szolgáltatást tudjanak nyújtani. Ez csak akkor működik, hogyha vezetői szinten is ez egy teljesen letisztult, eldöntött és deklarált tény. Ezért az kell, hogy én magam is, és a vezetőtársak is ebben nagyon elkötelezettek legyünk, és folyamatosan beszélgessünk, és folyamatosan tájékoztassunk, tájékozódjunk mi magunk is. Ezért aztán nagyon-nagyon sok fórumot tartottunk az elmúlt másfél-két évben, mondjuk inkább így, amikor nem lehetett személyesen, online módon is volt rengeteg tájékoztatónk, amikor személyesen lehetett, nagyon sok személyes tájékoztatónk volt, és mindenki nagy érdeklődéssel figyelte a szakképzés átalakítását, figyeli még mind a mai napig is a szakképzés átalakítását, mert hogy olyan folyamatok indultak el és zajlanak, amik a rendszert rugalmasabbá teszik, és valóban egy szolgáltató iskoláról fogunk beszélni. Ugye régebben az volt a probléma, hogy egy iskola kínálati oldalt jelenített meg, de nem mindig találkozott a kereslet meg a kínálat. Most megpróbáljuk abba az irányba fordítani ezt az egészet, hogy nézzük a keresletet, és ehhez igazítunk kínálatot. Van olyan szakterület, amit egyszer csak megjelent az iparban, és reagálnia kellett rá az iskolának? Hát nem is kevés van ilyen. Tehát a digitalizáció és a robotizáció az rendkívül jelentős mértékben megjelent. Ehhez muszáj alkalmazkodni. Tehát az úgy nem működik, hogy vésővel és kalapáccsal dolgozunk, ugyanakkor viszont máshogy meg már robotok dolgoznak. Tehát ez biztosan nem működik. Igen, muszáj volt alkalmazkodni tananyagtartalomban is, és muszáj volt alkalmazkodni oktatási módszertanban is, és felszereltségben is. Ezt megtettük. A legtöbb, vagy talán a leginkább használt kifejezés a duális képzés volt ebben az évben, akárhányszor a szakképzési centrumról beszéltünk, a duális képzés az mindig megjelent. Anélkül, hogy azt most még egyszer elmondanánk, hogy mit jelent, inkább egy picit az előnyét világítsuk meg ennek. A legnagyobbik előnye az, hogy az a vállalkozó cég, aki ebben részt vesz, ő olyan munkaerőt tud saját magának oktatni, nevelni, biztosítani, aki ismeri az ő céges kultúráját, az ő vállalatát, az ő tevékenységi körét, és már menet közben, tanulási menet közben, időközben szépen be is tud épülni ebbe a munkahelyre. Ez a egyik legnagyobbik előnye. A másik oldalról, a tanulók oldaláról pedig egy óriási előny, hogy a tanuló munkabért kap. Munkaszerződéssel tanul, illetve dolgozik, ugye ez egy speciális munkaviszony, hiszen menet közben tanul is és dolgozik is.
ezért már munkabért kap, társadalombiztosítási ellátásban részesül. Tehát ez a másik óriási előnye a tanulóknak. A harmadik, ami mindenkinek óriási előnye, hogy valós körülmények között tanulja meg a gyerek azt, az a tanuló, aki egy adott szakmát tanul, ami majd az ő világa lesz. Az érezhető mondjuk a beiskolázási számokban, hogy átment az üzenet? Igen, igen, hála Isten, ez nagyon-nagyon érezhető. Azért az nagyon nagy öröm, hogy az előző év beiskolázásához képest mintegy 15%-os tanuló létszám növekedést tudtunk most realizálni. Ez egy óriási eredmény. Óriási ugrás, azt gondolom, a korábbi időszakhoz képest. Az lehet, hogy lesz olyan képzés, amire a tanuló fog jönni, hogy én szeretnék ilyet tanulni? Igen, vannak ilyen jellegű dolgok, meg vannak ilyen jellegű kezdeményezéseink is. Mindig vannak slágerszakmák, meg mindig vannak kevésbé slágerszakmák. Most egy picit azt látom, hogy az informatika most már régóta továbbra is fent van. A lányok most nagyon-nagyon szeretik a szépészetet, nagyon megnőtt a jelentkezők száma ezen a területen, de érdekes módon a hagyományos kétkezi szakmákban is látunk gyarapodást és növekedést. Ugyan építőiparban ez egy viszonylag kisebb mérték, de már nagyon fontos, hogy megjelenik. És ez egy nagyon izgalmas rész. A másik pedig, ami nagyon-nagyon izgalmas, az a felnőtteknek a képzése. Mert amikor felnőttekről beszélünk, ott már kifejezetten speciálisan tudunk kiajánlani, igényekre mozdulni, igényekre reagálni. Ilyen például egy mérlegképes könyvelői képzés, biztonsági őr, vagy ilyen például egy bolti eladó, egy kereskedő, ahol speciális igényekre mozdulunk, speciális igényeket elégítünk ki, és nagyon nagy az érdeklődés erre. Az életfogytig való tanulás szükségességét, ezt már talán évtizedek óta mondogatják Magyarországon. Az, hogy két szakmát lehet gyakorlatilag felnőtt fejjel is ingyen a hálózatban tanulni, ez segített a dolgon? Igen, azt kell mondani, hogy igen. A két szakma tanulása az önmagában egy része ennek a folyamatnak. Hiszen korábban is két szakmát tanulhatott egy felnőtt ingyenesen, viszont most olyan szakmákat tanul, amik kifejezetten alapszakmák, és erre építve tud egy más irányt is speciálisan ráépíteni. Itt jönnek az óriási nagy eredmények. Vagy egy másik oldal, ami én így mondom, hogy tanfolyami képzéseket nem tanfolyamnak hívjuk, ezek az úgynevezett programkövetelményre épülő szakképesítések, amiket szintén tanulhat, és szintén ingyenesen tanulhatja. Na most azért így együtt mindez már nagyon-nagyon komoly eredményt ad, plusz, ami egy korábbi időszakhoz képest óriási eredmény, az a cégeknek a saját dolgozóit, ha képezi, akkor automatikusan duális képzőnek minősül. Ennek minden előnyével együtt. Ennek vannak nyilván anyagi előnyei, vannak olyan jellegű szervezeti előnyei, hogy a saját dolgozóját képezi, a saját dolgozó számára tud többlet lehetőséget biztosítani. A cég önmagában több lábon tud hirtelen állni, hiszen többféle képzettségű szakemberrel tud dolgozni. Tehát ennek sokféle előnye van, többek között ez is hozza magával, azt gondolom, a szakképzés népszerűségét. Egy picit térjünk vissza ebbe az irodába, a vége felé. Az nagyon szépen hangzik, hogy valaki kancellár. Na de mit csinál egy kancellár? Fú, hát ha most a szakképzési törvény szerinti néhány mondatot kéne elmondani, azt hiszem, az nem érdekelne senkit, de alapjában véve a kancellár felel az intézményhálózat működéséért. Ez a működés, ez részben a finanszírozással függ össze, az épületeknek az állagával, az infrastruktúrával, a fejlesztésekkel. A kancellár felel a társadalmasításáért, mondjuk így a szakképzésnek, tehát a kancellár az arca ebben az értelemben a szakképzési centrumnak. A kancellár feladata elsődlegesen a társadalmi kapcsolatok ápolása, a cégekkel történő együttműködés. Ez a feladatkör. És hát a kancellárnak van egy olyan feladatköre is, ami az ellenőrzésekkel, a belső ellenőrzéssel ő is foglalkozik, informatikai hálózat működtetésével, és így tovább. Tehát minden, ami működtetés,
minden, ami a környezet, és minden, ami fejlesztés, az a kancellár feladatköre. Azt gondolom, ismerjük egymást elég régen, hogy volt egy elképzelése erről a folyamatról. Hol tart ez a folyamat most? Igen, volt egy elképzelésem, amikor ezt a pozíciót megkaptam, akkor azt gondoltam, hogy eljutunk talán egy 5 éven belül oda, hogy a szakképzésben jelentős szerepet fog a megyében tölteni az akkori még szekszárdi szakképzési centrum, ma már Tolna megyei szakképzési centrum. Ez a folyamat ott tart, hogy már ismerik, hogy Tolna megyei szakképzési centrum. A megyében bárhol beszélgetek valakivel, vállalkozói körökben elsődlegesen, már tudják, hogy miről beszélek. A másik, ami nálam egy nagyon komoly célkitűzés volt, hogy a duális képzés legyen erős. Mindig is erős volt egyébként, tehát valamiért Tolna megyében ez mindig egy ilyen nagyon jó pályán mozgott. Azt a célt tűztük ki, hogy ha és amennyiben a munkaszerződések megköthetők, vagy megköttethetnek, akkor onnantól kezdve ezt a számot ne csökkentsük. Most úgy néz ki, hogy nem fog csökkenni, tehát ennek én már nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült annyi vállalkozót, annyi céget, annyi tanulót is meggyőzni, hogy ez működjön. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy nekem egy nagyon komoly elképzelésem volt arról, hogy hogyan fejlesztjük az iskolákat. Ez részben tartalmi fejlesztés, részben kívülről is látható infrastruktúrális fejlesztés. Ami nagyon fontos, hogy két iskolánk szinte teljesen megújul menet közben. A vendéglátóiskola ugye itt Szekszárdon, ez szemben láthatóan napról napra változik, és most már inkább épül, mint a korábbi időszakhoz a bontást látnánk. Ugyanez igaz Bonyhádon a Jókai utcai telephelyünkön, épületünkön is, ahol nagyon-nagyon komoly munkák folynak jelen pillanatban is, belső átalakítások vannak folyamatban, ott az önkormányzat segítségével az épületnek a külső homlokzati szigetelési nyilászárók cserék megújultak, most belül tesszük rendbe, és nekem nagyon-nagyon fontos, hogy közben kialakítottunk nagyon sok olyan, mondjuk így szaktantermet, vagy oktatói kabinetet, talán képzési kabinetet, ami minőségi képzést hoz magával. 4 helyen van okostantermünk. Nagyon komoly szépészeti kabinetet alakítottunk ki az ADI iskolában. Nagyon-nagyon sok olyan jellegű eszközt, berendezést szereztünk be, ami eddig azt gondolom talán, hogy csak az álmunk között volt. Olyan jellegű oktatási szimulációs eszközöket, nagyon-nagyon sok fontos dolgot szereztünk be. És hát folyamatosan vannak olyan kicsi beruházásaink is, amik nem látszanak kívülről. De a komfortérzetet növelik, kifestünk iskolát, megcsinálunk egy mellékhelyiséget, vagy többet éppen. Tehát ezek mind fontosak. No, szóval én azt gondolom, hogy amit én elképzeltem, annak úgy körülbelül a felénél tartunk már. És ez már jó érzés, ez jó dolog. A következő feléhez meg sok sikert kívánok. Ó, köszönöm szépen, legyen így. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.